November 6-án, pontosabban 3:45 fele, tehát 17:30 után, Szőcs Árpádnál, ifjú Szőcs Árpádnál tűzütött ki az asztalos műhelyénél, ami egy nagyon jól felszerelt asztalos műhely volt, tisztaság volt benne. Én nagyon jól ismerem a műhelyet, többször jártam benne. A villanyszerelés is olyan volt, hogy abban hibát nem lehetett kapni. Szakemberek készítették terv szerint, és mégis meggyúlt valamit ő. Hát a kar az elég nagy, körülbelül olyan 100 000 euróra becsüljük, lévén, hogy azok a gépek mind kiégtek, az épület is a teteje teljesen leégett, az épület kiégett, úgyhogy elég sok dologra lesz szükség, hogy a normalitásba visszakerüljenek. Károsulni károsult az aznapi szalagfűrészen, amit vágtam, már egész nap azon dolgoztam. Szalagfűrészen körülbelül egy olyan 5 köbméter, 6 köbméter deszka volt benne, ami nagyjából az károsult. Koporsókkal foglalkozunk tulajdonképpen, asztalos műhely, de koporsógyártók vagyunk. Az aznapi koporsóink azok mind bennéktek a műhelybe. Azon kívül hát az a rengeteg tetőanyag, ami fent elégett, hát az sok. A gépek, az asztalos gépek, azok nagyon megégtek, nagyon elégtek, aztán nem tudom, mit tudunk megvédeni belőlük, hogy mit tudunk megjavítani. Volt egy hatalmas vastagságolóm, ami 80 centis anyagot bevitt, 80 centi szélesát. Akkor volt a felső gyalugépem, egy olyan sima gyalugépem, az is egy gyárgép volt. Egy cirkulám, amelyik szögbevágóval állatva, stb. Fúrógép rajta, az is egy komoly német gép volt. Egy marógép volt, ami az is egy komoly gép volt, gyári gép. Két szögvágó cirkulám, ezek a makiták, azok totál károsok, azok csak ilyen-olyan a motoroknak a forgó rész, az maradt meg belőlük. Itt van ez a csiszológépem, ez a legveszélyesebb, ezt nem tudjuk, hogy meg tudjuk-e még valamennyire menteni. Volt ez egy porászívó, amiből nem kaptunk meg semmit. Azok a gépjeim is, amiket cseréltem annak idején, hogy mondom, én csináltam azokat, szerre cserélgettem ki, azok is mind úgy tettük fel a műhely felé, hogy legyen födél alatt, stb. Azok is mind, azok totál károsok, azok tényleg ócskavasba való. Azok áldeformálódtak a csiszológépemen, azon a maszek csiszológépemen volt két alumíniumkerék, az lecsepegett a földre, leolvott. A műhelyre ablakok mind kirobbantak, az egész. Itt a műhely előtt ez a lefödés, itt taroltuk a koporsókat, ez le van annyira égve, úgyhogy ezt komplett ki kell cseréljek mindent. Már a lemez cserép az áll, de csak azért áll, már összefogadtuk annyira, amikor föttük, hogy nem tudom, mi tartsa. Még cseréplécek, szarufák, mind ki vannak égve alulra, úgyhogy őszintén mondom, nem tudom, hogy még mi tartsa. Igen, komplett az ajtók, hátul volt két olyan falam, ami fából volt, így a fa szerkezettel volt csinálva, meg kívülbelül lambériával, középen szigetelés. Ez volt ott két falom, az egyik a fűrészkorpa felől, a másik a szalagfűrész felől, azok a falak komplett elmentek, úgyhogy nem is hájanyoma nincsen, nem volt. Volt két festőpompám,
amit az egyiket megmentette, a tűzbe befuttam, és tudtam, hogy az drága dolog, ezt tudja mindenki, aki ebben foglalkozik, ez 2800 eurós pompák. Az egyiket a tűzbe kiosztam, de már a másik után nem tudtam utána menni, már el is égettem magam akkor. Hát a tüzet azt én vettem észre, itthon voltunk a kislányommal, elvették az áramat, jöttem, nézem meg, hogy nálunk nincsen egy villany, vagy sehol nincsen, mert elég gyakran szokták elvenni a villanyt. Arra már láttam, hogy hátul a korpa kihordónál lángokban áll a műhely, akkor szaladtam gyorsan, hogy hát ki tudnám oltani, meg tudnám menteni, de nem sikerült. Azon telefonáltam a férjemnek, mert itt volt a másik utcába, segített egyik ismerősünknek, valami hullást el kellett vigyen. Jött is azonnal, ugye menet közben felhívtam a sógoromot, aki hívta a 112-t, ő is jött segíteni, de perceken belül rengeteg ember itt volt, de nem tudták olyan gyorsan megmenteni a tüzet, nem tudták megfékezni. Úgyhogy röpke 20 perc alatt lángokba állt minden. Hát fennállt a veszély, hogy eljön a házra. Ez volt a másik legnagyobb probléma. A műhelyt annyira megmentettük, amennyire megmentettük, de a másik az, hogy a házat. Az volt a fontosabb, hogy legalább oda ne kerüljön elé, mert ugye itt minden Lambériából van is. A tűz azon gyorsan tárját. Hát itt az emberek a tetőn, ahol itt tetszik látni, itt a háta mögött ki van vágva, ott sorfalat álltak fenn a cserépen, és slagokkal smivel slocsolták, hogy ne tudjon elé, és azt mondták, hogy ha úgy se tudott volna eléjönni, mert akkor vágták volna le ketté a tetőt, komplex, akkor ezt döntöttük volna idebe. Őrvándek, hogy amit meg tudtunk menteni, azt megmentett. Én elsősorban meg szeretném nagyon köszönni a falusi kollégáknak, a falusi embereknek, mindenkinek, aki ideállt annyira mellénk. A tűz, amikor volt, akkor számítok egy olyan 250 ember volt biztos. Hát nem csak nagy ajtáról is rengetegen egyszer, aki tudott ideállott, Bölömből, Középajtáról, Miklósvárról, még azt hiszem Köpecről is voltak itt. Úgyhogy rengeteg ember volt. Én annak örülök, hogy szombaton, amikor befejeződött az oltási akció, és megállapítottuk, hogy tényleg emberbe kár nem történt, tehát sem ott, sem az oltás, amíg az oltás folyt, akkor sem esett senkinek, hál' Istennek, baja. Akkor megbeszéltük, hogy másnap, vasárnap reggel találkozunk, és segítünk takarítani. A takarításban több mint 100 ember vett részt. Ez egyrészt Arpikának köszönhető, és a feleségének, mert tényleg olyan emberek, hogy a faluban bárki, hogyha hívja Arpikát, hogy gyere segíts, 5 perc, ott vagyok, hogy ne segítenék, és tényleg jó indulatú emberek, és odaállnak mindenki mellé. Ez most meglátszik a segítségen, hiszen azóta nap mint nap 20-25 ember segítkezik, hogy helyreállítsák, és tető alá hozzák a műhelyet, hogy minél hamarabb tudjanak elkezdeni dolgozni, hiszen néhány embernek és néhány családnak a kenyere múlik ezen. Nagy ajtaiak, akik nála dolgoznak, koporsókat gyártanak, és azokat szomszédos megyékbe, illetve távolabbi üzletekbe hordják, és elég sok rendelésük van. Nagyon sokan segítettek, ezen kívül pénzzel, már eddig rengetegen, úgyhogy ezt nem is tudom elmondani. És nem utolsó sorban a nagyajtai közbirtokosság, az pedig
18 köbméter fát bejegyeztetett a közbirtokosság elnök, hogy annyival tudnak engem segíteni, hogy a tetőanyagot azt abból is vágtuk már ki, fel is van téve a helyre, úgyhogy ezt nagyon szépen megköszönöm a közbirtokosságnak, és azt a rengeteg munkát, hogy mennyit segítettek neki. Ugye van itt Nagyajtán a nagyajtai hajtás, van egy ilyen csoport, az ifjak, azok elindultak és pénzt gyűjtöttek, adományt nekünk, amit tényleg megköszönünk nagyon szépen. Ilyen lelkes ifjak vannak Nagyajtán. Mi megkerestük a gondviselés segélyszervezet erdővidéki önkénteseit, hogy segítsenek egyet a gyűjtésben, és hogyha lehet, terjesszük ki egész erdővidékre, hiszen hatalmas a kár, amit így is csak részben lehet pótolni. Hát 2000-ben fogtam neki az asztalos műhelynek olyan gépekkel, amit én csináltam, ilyen maszek saját kezű gépjeim voltak. Azzal fogtam neki, csináltam egy cégét. Úgy lassan-lassan, hogy dolgoztam, úgy, ahogy jött, nekem is a lehetőségem volt, kicserégettem a gépeket, építgettem a műhelyt, már ez egy, tulajdonképpen egy csűr volt. Hát 21 éve, hogy fektetem bele mindenemet, tavaly felkameráztam, hogy legyen minden nekem tökéletes, legyen minden rendben. Most gondoltuk, körülbelül 2-3 hete beszéltük el bátyámmal, hogy ő is itt túl megcsinálta a lakást, most a tetőtéri szobákat, hogy be kéne biztosítsuk a lakásokat. És hogy januártól számítottuk, hogy csináljuk meg ezt a biztosítást, de ez engem megelőzött a dolog. Úgyhogy 21 éves munka oda ment. A november 6-ai nagyajtai tűzesetet követően a község polgármestere Bihari Edömér a család kérésére megkereste a gondviselési segélyszervezet háromszéki fiók szervezetének erdővidéki önkénteseit, akik az elmúlt esztendők során több esetben segítkeztek adománygyűjtések megszervezésében hasonló esetek során. Így ebben az esetben is kérték a segítségünket, és természetesen a család megsegítésére egy találkozót szerveztünk a Nagyajtai Önkormányzat keretében, és az elkövetkező időszakban önkéntesek szervezésével foglalkozunk, és november 29-e és december 12-e között eső két hétben igyekszünk Erdővidék a lehető legtöbb településén adománygyűjtést szervezni a család részére. Nagyajtai szős család jelentős kárt szenvedett, közel 100 000 euró értékben égett le asztalos műhely, benne gépek, és ezt a kárt igyekszünk pótolni. Elsősorban természetesen a Nagyajta község közelében levő településekről számítunk segítségre, de az asztalos felesége Erzsébet, ő baróti születésű, így Baróton és a hozzátartozó településeken is reméljük, hogy sikerül önkénteseket találnunk, akik majd megjárják a településeket. Sajnálattal hallottuk, vettük tudomásul, hogy biztosítás nem volt kötve. Egyúttal nem csak az erdővidékiek, minden embernek a figyelmébe ajánljuk azt, hogy kössenek biztosításokat, mert hasonló esetekben ez nagy segítség lehet mindenkinek. Meglepő, kellemes meglepetés számunkra, hogy milyen sokan álltak a károsultak mellé. Elsősorban nagyajtaiak példaértékű összefogással segítik a családot, és nagyon reméljük, hogy Erdővidék más településein is így érzik, és
segítőkészek lesznek, és előre is köszönjük úgy az önkéntesek, mind az adományozók, minden adományozónak a segítségét, támogatását, Isten áldását kérjük életükre.